Just singing cause it's over. Na hát sziasztok, én Huberix vagyok, és elérkeztünk a következő Huberisták pályáin részhez, és akkor kezdjük is. Szia Huberix, hello Huberix, szabályok. Játsz békésen, ha kéri a feladat, válts normára. Ne gémódolj, ne is ki blokkot, kivétel a dinnye blokk. Pont, a ragyogó dinnye, legfontosabb, élezd jól magad. Köszönöm szépen a jó kívánságot, rendben, egy kis game rule, és akkor kaptam egy szép kis szettet, meg pár fontos cuccot, és akkor map by XS Game PvP XX tesztelte White Line X. Annak nagyon örülök, hogyha le is teszteltétek a mappet, hiszen erre nem mindenkinél kerül sor. Hova spawnoltál? Nézd meg alattad. Itt van egy dinnye, akkor ezt ki lehet ütni, és a chestben lapult pár potion, és akkor erre kell jönni. Úgy is van egy dinnye, akkor ezt is kiütjük, és gondolom itt is lesz valami fontos dolog, igen, kar. Időt átállítja ez a gomb estére, és akkor alszunk egyet. Rendben. És akkor első feladat, parkour. Kedvenceim közé tartozik a parkour. A nehezebb parkouröket nehezebben tudom kivinni, viszont nem hiszem, hogy olyan nehéz lenne ez a parkour. Hoppá, hú, azért ez nem könnyű, de azért át lehet ugorni. Ha becsületes vagy, a jégre ugorj. Becsületes vagyok, szóval a jégre fogok ugorni. Amilyen becsületes, olyan béna is. De remélem, akkor szerintem úgy fogom csinálni, hogy eleve lentről kezdem. Bár ha fentről kezdeném, akkor nagyobb előnyöm van. De így meg lehet könnyebb, vagy nem tudom, megpróbálom. Na, megpróbálom még utoljára, hát ha sikerülni fog. Akkor most indulok innen, hát ha itt valamivel jobban menne. Azt a innen sikerült már lentről, rendben, és akkor gondolom oda kell ugornunk. Ó, ott fent van egy chest, akkor gondolom ott lesz dinnye. Azt a sikerült, köszönöm szépen. Rendben, itt egy dinnye. És akkor a chestben volt egy kis pont. Nyomjuk meg a gombot, és mehetünk. Akkor ugorjunk a jégre. Ahogy látom, itt már könnyebb parkour jön, nem olyan mármint nem olyan nehéz, mint ahol eddig is. Ó, megint itt volt pont. Rendben. Azt, hogy ezt át lehet ugrani másfél blokkot, erre kíváncsi vagyok. Aha, át lehet ugrani. Na, de menő ez. Ups, azt hittem, hogy ez nem fog sikerülni. Azt is, ez is sikerült. Itt lesz dinnye. Nem látok itt dinnyét. Jó, akkor itt nincs dinnye. Rendben. Akkor mehetünk tovább. Igen. Hopp. Itt is hopp. Itt is. És akkor már csak pár ugrás választ el minket. Ide felugrok. Vov. Jó kis glitch. Na, de azért nem csalok. Ugrok innen. Jól van, és akkor innen beugrunk. Na, sikerült. Végigvittük az első feladatot. Második feladat, fuss. Megnézem, hogy nincs itt elrejtve valami kar. Nincs. Jó, akkor mehetünk. Na. Azt mondja. És a tej. És a tej megvan. De hagyjál már. És a tej megvan. Ezt olvasd először. Igen, megvan a tej. Nem is tudom, hogy honnan. Rendben, és akkor itt van pont. Megvan a kar? Igen, megvan, még kettő is van. Szóval, ja. Mehetünk. Harmadik feladat, kérdések. Mióta nézlek? Valószínű, hogy 1502 sub óta, hiszen 5000 subtól még messze vagyok, szóval... Bum. És akkor fürdünk egy kicsit. Mi az erősebb blokk? Szénszint, alapkő vagy obszidián? Mivel az alapkövet nem is lehet kiütni survival módba, ezért gondolom, hogy ez. Rendben. 2000 subnál volt kérdez felelek? Igen, volt kérdez felelekem, és megígértem akkor is, hogy lesz 2500-nál, viszont arra már nem jutott most idő. Mi az? Asztal, de nem szék, aranyszint. Hát valószínű, hogy asztal, szóval nem szék. Rendben. Kikészítette a mappet?
Game PvP készítette, erre még külön fel is hívtam a figyelmet a map elején. Kitesztelte a mappet White Linux, igen, ez is ott volt, hogy tesztelte. Kivel találtátok ki a Huberix nevet? Dognozzal találtuk ki, ezt még a kérdezfelelekben el is mondtam. Ez az utolsó kérdés, igen vagy nem? Az igen, az pozitív, az a boldogságot jellemzi, a nem az a negatívat, a szomorúságot, de most ez egy boldog esemény, hogy küldtél nekem mappet, szóval valószínű, hogy igen. Asztal is jó is a válasz. Itt válts normára, negyedik feladat. Rendben, normára váltottunk ki, és akkor kaptunk egy kis pontot, ó, már 20 pontunk van. Rendben, kaptam tejet, de hogy miért, azt nem tudom. Itt, és itt van egy mérgem, és ezt kitől kaptam, vagy nem tudom, de lehet szükség lesz rá. Bejöttünk ide, és akkor most ledobom őket méreggel. Ó, nem, ha találjuk. Nem baj, akkor PvP-zünk. Hoppá. Na, rendben, és akkor ide leteszik a kart. Ezt be is csukom. És akkor kaptunk felszerelést. Rendben, az előző már úgyis lekopott, és akkor láva séta. Ott van kettő dinnye blokk, akkor valószínű, hogy oda kell menni, hiszen valami fontos dolgot rejthet. Ezt ki kell ütni, és akkor oda gondolom majd jön obszidián. Rendben, és kaptunk pontot. Köszönöm szépen. Rendben, és akkor vándoroljunk tovább. Rendben, az ajtó kis nyitódott, és a következő feladat falmászás. Szereted? Nem, azért csináltam. XD. Az az érdekes benne, hogy igazából szeretem. És tényleg csak elég nehéz egyébként, de kedvencem közé tartozik, mert nem mindenki tud falat mászni, ahogy én sem, viszont valamennyire azért mégiscsak is éppen ezért a kedvencem. Rendben, és itt is vagyunk. Pont. Köszönöm szépen. Ugrás. Rendben, ott van egy kis víz, akkor gondolom bele kellene ugorni. És persze, hogy nem sikerült. Következő feladat. Menj végig, hetedik feladat, utána jutalom, pontozás. Rendben, itt közben van nekünk csille. Ja, hogy ide kell ezt tenni, ezt a csillét. Jaj, megtámadtak. Gratulálok, kivitted a meppet, jutalom a ládában. Nyomjuk meg a gombot. Gratulálok, kivitted a meppet, kövesd a reszon blokkot. Ha nem torlaszolnák el ezek a szörnyek, egyenesen kövesd a vöröskült. Menj jobbra. Értékeld a meppet. 1, 2, 3, 4, 5. Azt nem tudom igazából, hogy melyik értékelés a legjobb, hiszen tudjátok, az iskolában is van 1, 2, 3, 4, 5, és ott az 5-ös a legjobb. Viszont van első helyzet, második, harmadik, legyen 5. Köszi, legyen 1. Köszi. YouTube chatting, PvPX, Game PvPX. Utóirat, jössz majd velem 1v1-et? Igen, nem, mondd be videóba. Igen, megyek veled 1v1-et. Most sok mindenki kérdezte már ezt. Igen, megyek mindenkivel 1v1-et, aki szeretne. Ezt Global Gaming 1v1 szerverén szoktam. Viszont most ez a sorozat úgymond szünetel. Csak ugyebár megy még a sorozat, csak mindjárt elérünk a 100. részhez, 99,75. résznél tartunk, most fog jönni a 100. rész, szóval ezért szünetel, és most előnybe helyeztem ezt a sorozatot, és látom, hogy gyönyörűen kiírtál itt egy Huberix nevű feliratot, nagyon szépen köszönöm. Összességében a mapról beszélnék egy kicsit, nagyon szépen elkészítetted, látszik rajta a sok munka, az, hogy építetted, és hogy le is teszteltétek, hiszen tényleg teljesen működőképes volt, működött az összes dolog,
teljesen élvezhető volt a map, ki lehetett vinni a párkörőket, és nagyon izgalmas volt ez a map. Gratulálok hozzá, nagyon ügyes vagy, csatornádnak a linkje lent lesz a leírásban, hála jeléül. És akkor ez a videó ennyi lett volna, ha tetszett, nagyon szépen kérlek, hajíts egy lájkot, én Huberix voltam, sziasztok!